Na hát, sziasztok! Itt vagyunk újra. A mai vendégem Gergő, az Űrkutatás Magyarul című YouTube csatornától. Szia, Gergő! Szia, Gyuri, és üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Hát én egy hónapja találtam rá a csatornádra, vagy igazából a fókuszcsoportnak a jóvoltából találtam rá a csatornádra, mert épp néztem egy live-ot, és akkor ők így meghirdettek ilyen több kisebb csatornát. Így van. És hát hatalmas fan lettem azóta, és rá is írtam a Gergőre, hát nem tudom, egy-két hete, vagy nem tudom, hogy kb. Mikor, hogy meghívjam ide egy Marsról való beszélgetésről, mert tudni kell, hogy a mi csatornánkon meg ugye imádjuk a sci-fit, van külön egy ilyen lejátszási listánk, és előszeretettel foglalkozunk ilyen filmekkel, és már igazából 2 évvel ezelőtt is terveztük azt, hogy a Marsról beszélgetünk majd, a marsi élet lehetőségéről, a kolonizálásról, az odaút viszontagságairól, és egy csomó minden egyébről. És hát akkor ekkor jött az ötlet nekem igazából, hogy mennyivel érdekesebb lenne ez veled, aki valószínűleg nagyobb tudással rendelkezel, mint én. Hát nagyon érdekes téma, és hát nagyon fontos téma is, hogy hova és miként jut el az emberiség a közeli, és leginkább a távoli jövőben. Úgyhogy érdemes is erről beszélni, igen. De még mielőtt belevágunk, mondj pár szót, légy a csatornádról. Kérlek, mondd el, hogy ez hogy jött, milyen összeköttetésed és kapcsolatod van neked a NASA-val. Avasd be minket. Igazából egy rendkívül egyszerű történet volt, mindig is érdekelt engem az űrkutatás egész gyerekkorom óta, főleg a NASA hőskora, tehát ez a 60-as évek holdra szállást megelőző időszaka. Nagyon sok könyvet olvastam róla, minden filmet megpróbáltam róla megnézni, ami csak valaha elkészült, és pár hónapja, tavaly év végén kerestem YouTube-on egy olyan csatornát, ahol ilyen magyar dokumentumfilmeket találhatok, és nagyon-nagyon gyér minőségben és mennyiségben találtam csak róla, és úgy döntöttem, hogy ha nem találok ilyet, akkor csinálok egy ilyet. Úgyhogy elkezdtem összeírni a témaköröket, elkezdtem megírni a epizódoknak a szövegét, majd egy vágóprogramban megcsinálni alá valamilyen videókat, és hát így indult el az Űrkutatás Magyarul csatornája igazából. Azt megkérdezhetem, hogy egyébként a civil életben mivel foglalkozol? Csak azért, mert tehát elnézve a videóidat egyébként az animációk szintjén azért elég színvonalas. Teljesen civil foglalkozással rendelkezem, semmi köze az űrkutatáshoz, viszont amatőr módon ilyen utazásokról gyakran készítek egyébként videókat, ilyen kis videomontázsokat, tehát maga a vágóprogram használata az nem volt nekem újszerű, sőt egyetemen filmgyártást is tanultam, úgyhogy az nem volt egy új dolog. Na hát ez meg is látszik egyébként a munkáidon. Köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy a NASA nem fog semmilyen kivetnivalót találni abba, hogy így használod ezeket a dolgokat. Én bevallom, hogy én nem mertem korábban használni, tehát amikor én dédelgettem ezt az álmot, hogy majd mi is csinálunk a Marsról, akkor én olvasgattam a NASA-nak ezeket a, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, felhasználási, nem maguk tudom. A videó felhasználási lehetőségei? Igen, tehát hogy nekik van külön egy hihetetlen hosszú leírás arról, hogy miüket hogyan lehet használni, és totál elvesztem ebbe, tehát hogy már annyi helyen olvastam annyi félét róla, hogy igazából úgy voltam vele, hogy jegelem a témát. Igazából mondja, YouTube-nak van egy fölismerő algoritmusa, tehát bármilyen videó, ami fölkerül a YouTube-ra, bármilyen feltöltőtől, azt egy ilyen fél órán belül maga a YouTube leellenőrzi, hogy milyen jogvédett tartalmakat tartalmaz a videó, akár képi, akár hangi megoldásokban, és volt már olyan, hogy fölraktam a videót, és jelzett, hogy ho-ho, itt van rajta ettől a másodpercig jogvédett tartalom, és egyébként erre is van megoldás a YouTube-nak, tehát nem letiltja most már ezeket a videókat, hanem bevételszerzésre nem használható ez a fajta videó. De így, hogy szól, hogy másodperc, melyik az a rész, és hogy ki a jogos tulajdonosa annak a snipnek, így akár alakíthatok is rajta, tehát kivághatom azt a jelenetet, és föltölthetem újra a videót, anélkül a jelenet nélkül, és ebben a formában pedig elfogadja a YouTube-ba terjeszt, és egyébként most is van fönt a csatornámon olyan videó, amit nem használhatok emiatt a bevételszerzésre. Igen, igen. Hát azért, tehát hogy vannak még más esetek is, mert nekünk például volt olyan, hogy fölraktuk a videót, fönn volt egy évig, aztán egy év után manuális, de manuálisan. Tehát az azt jelenti, hogy valaki az adott filmstúdiótól
személy szerint letiltatta a videónkat. És akkor ebből is vannak többféle dolgok. Tehát van, hogy csak ugye rátenyerelnek a reklámbevételre, és hagyják, hogy menjen. Igen. Van, hogy letiltják mobiltelefonon például, csak azon, valamiért azon az eszközön, meg olyan is van, hogy XY országban, vagy a világ összes országában letiltják. Mi ezekből mindegyiket találkoztunk már. És mondom, sajnos olyan is van, hogy egy-két év után történik ez meg, az mindig nagyon bosszantó, de legalább az tény, hogy most már ki lehet vágni utólag, és hogyha kivágod, akkor helyreáll a béke. Igen. Ezzel még nem találkoztam, ugye tavaly év végén indult a csatorna, olyannal már igen, hogy maga a YouTube a feltöltés után már jelezte, hogy ez kifogásolható tartalom. Na, jól van, hát reméljük, hogy semmilyen videódat nem fogják leszedni a közeljövőben. Én is bízom benne. És akkor csapjunk bele a mai témánkba. Ugye hát az emberiségét én azt gondolom, hogy nagyon régóta izgatja a Mars. Egészen konkrétan a Mars egyébként, tehát már 100 évvel ezelőtt is megvoltunk róla győződve, hogy hát ott élnek marslakók, ott fejlett civilizáció van. De nyilván, hogyha azt nézzük, hogy mi az a zóna, ami... benne egy bolygó alkalmas lett az életre, hát a Mars azért még egyébként ebben benne van. Igen. És ugye a te videóidból is kiderül, meg hát én korábban is néztem erről NASA dokumentumfilmet, a Spiritről és az Opportunity-ről, aztán a többi különféle roverről, amit oda küldtek a NASA-ra. Tehát ugye kiderült az, hogy volt ott víz, nem csak kénes víz, hanem olyan is, aminek megfelelő a pH-ja. Így van, nem is kis mennyiségben. Így van, viszont ugye unblock a Mars felszínén rengeteg víz van. Hogyha minimális dolgokat el tudnánk érni a Mars változásában, az atmoszféra változásában, akkor ugye kiolvadna egy hatalmas mennyiségű víz is. Nyilván... Hát a minimális változtatás az kevés lenne, és még a globális változtatás is lehet, hogy kevés lenne. Tehát az, hogy újra elárasszák édesvízzel, vagy akár sósvízzel a Mars felszínének egy jelentős részét, az nem túl valószínű, hogy elérhető lenne az elkövetkező 150-200 évben. Mert azért nagyon sok víz elpárologott konkrétan az űrbe, elszabadt. Hát igen, ez egy komplex dolog, ugye, annyira másodt a légkör, hogy a hő is eltávozik gyakorlatilag emiatt. Tehát ami jön a napból hő, az is eltávozik. Igen, nyilván ezt tehát rosszul fogalmaztam meg, de hát első lépésként talán a hőmérsékletet kéne valahogy növelni. Ugye erre is van egy csomó elmélet, egyik gusztább, mint a másik, hogy úgy mondjam, tehát hogy az atombomba ledobás is ott van. Igen. Ezen kívül ugye a különféle hát, gázok kibocsátása, tehát hogyha át tudnánk telepíteni a kis gyárainkat a Marsra, lássuk be, akkor azért tudnánk emelni a bolygó hőmérsékletét, mert egyébként a bolygónk hőmérsékletének a növelésében nagymesterek vagyunk. Igen, abban jók vagyunk, de az is igaz, hogy oda vinnénk a gyárainkat. Ahhoz, hogy a gyáraink ilyen üvegházhatású gáz bocsájtsanak ki, annak az atomjainak itt ott kell jelen lenni a gyár közelébe. Tehát nem lenne elég csak a gyárakat oda vinnünk, akkor ezeket a gázokat és ezeket a molekulákat is oda kéne vinni, ami meg brutális mennyiségű tömeggel kéne számolni, és akkor meg a Földön nem lennének, tehát ez sem lenne igazán jó megoldás, ha ezzel próbálnánk megmelegíteni. Igen, másik bolygót. Meg ugye a legnagyobb probléma az, hogy a súlyt, tehát a súlyt nem tudjuk kiutatni az űrbe. Mert, igen. Mert ugye sokan... költséges. Igen, tehát például a Soyuz, ami ugye azt használják az oroszok arra, hogy három asztronauta fölmenjen és magával vigyen egy minimális mennyiségű felszerelést, az teljesen alkalmatlan erre. A korábbi Space Shuttle-t már annyira nem is használják, az még elbírt, az elbírt 50 ezer font súlyt, azt nem tudom egyébként kilóba mennyi, 50 ezer font, de az már 10 tonna volt a felső terhelhetősége, amit hasznos teherként tudott felvinni. Igen, ez a baj. Tehát 11-12 tonna. Ez a hasznos teher kifejezés, tehát hogy mondjuk, de azt is csak föld körüli pályára tudott 11-12 tonnát, tehát a Marshoz egyáltalán maga az űrsikló tök üresen sem volt képes eljutni önerőből, tehát nem volt rá megfelelő hajtóanyaga. Igen. Hogy öt teljesen üresen eljusson oda. Igen, ezek technikai problémák, amiket meg kell oldani. Nyilván most visszakanyarodva a Mars felmelegítésére, tehát ami még ötlet egyébként ott ugye az, hogy a nem is tudom, tükrökkel ráfókuszálni a napfényt a jégsapkákra, ugye a pólusokon, és azt megpróbálni felolni. Nem is csak a jégsapkákra, hanem olyat olvastam, hogy sokkal praktikusabb megoldás lenne egy kisebb területre, mondjuk egy kilométerszer egy kilométeres területre összegyűjteni a napfényt, és akkor azon a területen
tudnánk akár ilyen 20 fokos hőmérsékletet állandóra létrehozni, ami ugye az emberi szervezetnek már sokkal kellemesebb lenne, és így nem kéne olyan épületeket építeni, ami nagyon szigetelnek, hanem elég lenne az űrruhákban is csak arra figyelni, hogy a légnyomást megtartsuk, meg az oxigént fenntartsuk, a hőmérséklet akkor már ki van pipálva globálisan, vagy hát arra az 1 kilométerszer 1 kilométeres területre. Na igen, csak tudod, az atmoszféra hiánya miatt, a pajzs miatt, ami nekünk van a Földön, az a nap, amit oda sugárzol, az káros nagyon durván, ugye, tehát a sugárzás miatt is, de egyébként a Földre is káros. Tehát a Földet is mérgezi ez, én úgy tudom. Hát szóval mérgezi nem jó szó a sugárzás, hát hanem igazából bontja. Tehát igen. A DNS-t egyszerűen ketté hasítja szó szerint, és így a sejt nem lesz képes a tökéletes fejlődésre és a további szaporodásra. Tehát igen, a sugárzás ellen is kell megoldás, de hát arra pedig lehetne, hát ugye a Földnek is mágneses tere van, a Föld magjában forgó vas tömeg miatt, mert ugye minden forgó vas elem az mágneses teret gerjeszt. Most a Mars ugye kisebb bolygó, mint a Föld, ezáltal hamarabb is kezdett kihűlni, mint a Föld, és ezáltal már nem is forog olyan nagy sebességgel, ha egyáltalán van még olvat magma része, olvat vasott kezepébe, és így nincsen mágneses tér. Ez is egy nagy kérdés, hogy vajon geológiailag halott ez a bolygó? Hát igen, viszont a sugárzás ellen nagyon egyszerű megoldás maga a regolit, tehát maga a marsi por, vagy a maga marsi kőzet felhasználás, mert pár méter mélységben már egyáltalán nem, vagy csak minimálisan károsító hatása van a sugárzásnak. Úgyhogy két megoldásként nagyon jó az, hogyha az első mars utazók lemennek a Föld felszín alá, tényleg csak pár méteres mélységben már akár hosszú távon is élhetnének, legalábbis a sugárzás szempontjából. A másik, hogy építenek maguknak falat az ott található kőzetekből, mert az is képes ugyanúgy elnyelni a sugárzást, annyi, hogy az kicsit bonyolultabb, mert azért több méter vastagnak kell majd lenni annak a falnak is. Igen, hát ezt azért ezekben a szkafanderekben megépíteni elég necces lesz. Tehát azért hát valószínűleg ezt már gépek fogják megépíteni, vagy rájuk is remélem, hogy nem úgy fogod menni az első űrhajós hadsereg, hogy kétkezi munkával elkezdenek hát, alakat csak húzni. Ugye ezzel meg ugye az a gond jelenleg, hogy kell valami olyan erőforrás, ami működtet egy markolót, mert az, hogy napelemekkel a rover megy, az egy dolog, de azért itt komoly földmunkákhoz már egy komolyabb erőforrás kell. Hát én azt gondolom, hogy ha már eljutunk oda, hogy komoly rovereket küldjünk oda, amelyik képesek tényleg földeket mozgatni, akkor már nem lesz bonyolult olyan hatékony napelemeket is telepíteni, akár nem magára a járműre, hanem mellé, és ugyanúgy föltölteni, mint most az elektromos rollereket, megy fél napig, aztán kicseréljük az aksit, vagy újra töltjük, tehát szerintem ez a napelemes, az lehet megoldás, másik pedig ugye a radioizotópos, hosszú távú energia, amiből már kisméretben is hatalmas mennyiségű energiát lehet mozgósítani. Uh-huh. És egyébként miben látod te ezt az egésznek a megvalósítását, mármint a bolygó felmelegítésének, ami azért úgy kb. Az első lépcsőfok a terraformálásnál, én úgy gondolom. Tehát abban, hogy oda megyünk, elkezdünk egy kis kolóniát, és ott azt elkezdjük bővíteni, és akkor majd valahogy úgy, majd globális hatást érünk el 1000 év alatt, vagy pedig valami egyéb, mint amit az elején említettünk, ilyen atombomba, vagy valamilyen egyéb ötlettel. A bombázás egyébként nagyon jó ötlet, csak nem nukleáris fegyverekkel. Ugye a bomba hatása az lenne, hogy felkavarja a port. Tehát nem is maga a hő hatása miatt találták ki ezt, hogy robbantsuk föl, hanem fölkavarja a port, és a portól már úgy viselkedik, mint az üvegház hatású gázok, tehát hogy beengedik a hőt, de vissza már nem jut az űrbe, és ezáltal kezd el melegedni igazából a felszín, tehát ez igazából egy jó ötlet, csak sugárzással ne nyomjuk már tele szerencsétlen bolygót, ahol lapni akar az emberiség. Csak akkor viszont milyen bombát küldesz, a Mother of All bombot, ami még nem nukleáris, tudod? Kb. Az a legnagyobb hát igen, nem nukleáris, azt hiszem. És abból kellene nem tudom hány trilliót fölküldeni, ja, és célzottan robbantani. Tehát az elmélet jó, de nem hiszem, hogy ez globálisan megvalósítható lenne az elkövetkező 100 években. Mindenképp emelni kell a hőmérsékletet ahhoz, hogy sűríthessük a légkört, és hogy elkezdhessünk akár növényeket, vagy tehát oxigént előállító növényeket termeszteni a felszínen. Igen, Én csak abban látok megoldást, hogy kisebb helyeken és teljesen
teljesen izolált bázisokat lehetne csak építeni, én ezt gondolom. De hogy miért is foglalkozunk mi, meg ugye unblock az emberek ezzel a témával? Hát én azt gondolom egyébként azért, mert látjuk az utat rá. Tehát, hogy hiába tűnik elképesztően nehéznek, és rettentő költségesnek, és hiába tudjuk, hogy senki nem ad erre ennyi pénzt, de elvileg látjuk az utat, hogy hogyan kell ezt a bolygót terraformálni, és egyáltalán nem is lehetetlen egyébként. Most az, hogy 1000 évig tart, akkor 1000 évig tart, nem? Tehát, hát egyrészt, másrészt meg hát szükségszerű, tehát a föld életkora az limitált. Tehát előbb-utóbb a föld az vagy miattunk, vagy hát a központi csillagunk a nap miatt az lakhatatlanná válik, és muszáj lesz más bolygót, más holdat, vagy más megoldást találnunk. Hát tehát igen, mindenki kutatni kell ezt. Mondjuk, hogyha a napunk, amikor kihűl, én nem tudom hány millió év múlva, akkor 4500 millió év múlva körülbelül. Na, jó, akkor azzal még ráérünk, tehát ezen nem kell stresszelni, de amikor az kiül, akkor az, hogy átköltözünk a Földről a Marsra, az nem fog segíteni. Tehát, hogy akkor a marsi életnek is annyi. Nem biztos, mert ha az energiaellátást meg tudjuk oldani fúzióval, akkor élhetünk bármilyen bolygón, ami még működik. Viszont a nap a halála során először fel fog duzzadni, ahogy fogy ki az üzemanyagából, és körülbelül akkorára fog földúzadni, hogy a föld pályáját talán el is fogja érni. Tehát ja, konkrétan a bolygónknak az egészen biztos, hogy annyi. Viszont a Mars egy kicsivel azért kijebb van, és hogyha valahogy átvészelhetjük ezt a katasztrófának, nem tudom, túl kicsi szó a katasztrófa erre, de hogyha ezt átvészelhetjük egy másik bolygón, egy másik égitesten, akkor utána, amikor összezuhan magába a maradék csillag alapanyaga, és lesz belőle egy vörös törpe, akkor utána már csak az energiaellátást kell fenntartanunk, és élhetünk tovább. Igen, ez egy érdekes ötlet egyébként. Tehát ez már a nagyon science fiction nálam. Hát meg ez van a nagyon távoli, tehát ez a nagyon távoli 4500 millió év múlva, 4,5 milliárd év múlva történik meg ez. De igen, tehát az, hogy tudni akarja az ember, hogy megoldható-e, és hogyan. Tehát az, hogy van egy készletése az emberiségnek, hogy mindenképp előrébb lépjen. Annyira izgalmas számomra, hogyan. Tehát, hogy ugye biztos te is megnézted már kb. Az összes ezzel a témával kapcsolatos dokufilmjét a NASA-nak. De igen, biztos sokat láttam. Én imádom azt, amikor fölmegy valaki mondjuk, nem tudom, 4-5 ezer méter magasra a Földön, és akkor ugye talál ott egy olyan növényt, egy olyan zuzmót, vagy a jó ég tudja mit, ami a legzordabb körülmények között még a Földön, a legritkásabb oxigénnél is képes létezni, és ezt vizsgálják. És nyilván a terv az lenne, hogy először ilyen növényeket telepítsünk, amikor először tudunk növényeket telepíteni. Igen, meg hát mindenképp génkezelt növényekkel fogjuk kezdeni, abban is biztosak vagyunk, hogy tehát még ezeknek a legtűrőbb egysejtűeknek is a legkomplexebben összepárosított verziói lehetnek azok a hibridek, amelyek majd képesek lesznek megélni a legkezdetlegesebben felmelegített idegen égitesten, mert tényleg nem csak a sugárzás ellen kell megoldás, nem csak a hőmérséklet, hanem hogy a légnyomás is olyan minimális, hogy a földi életszervek a jelenlegi állapotában a Mars légkörben nem maradnának meg. Így van. De hát a hideg is félelmetes egyébként, és ezzel kapcsolatban is jók ezek a dokumentumfilmek. Volt egy valamelyik sarkörön játszódó, az elmúlt 3 évben készülhetett, azt hiszem, az is egy NASA-s film, és ott egy ilyen kalandtúrára indultak. Egy ilyen egészen hasonlatos a roverekhez, a marsi roverekhez hasonlatos, csak nagyobb jármű konvojjal, és hát ugye elképesztő hideg és zord körülmények között voltak, maguknak kellett olvasztani, tudod, a hóból, jégből mindig vizet, igen, hogy tudjanak egyáltalán inni, és már ott is, tehát az, hogy ilyen a hóba ott mentek, ott is olyan komoly ellenállásba ütköztek, amikor valami elromlott, tehát hogy ezek jó tesztek, és próbálják valamennyire modellezni azokat a nehézségeket, amikkel majd az a kis csapat, ami oda megy, szembe kell, hogy nézzen, de valószínűleg sokkal, sokkal keményebb lesz ott az egész helyzet, mint amit itt léte tudunk hozni a Földön. Hát persze, épp ezért nem is a Földön fogunk mostanában tesztelni marsutazást, hanem a Holdon.
az Artemis program keretein belül a NASA az pont ezen ügyködik jelenleg is, hogy, hogy rájöjjön, milyen nehézségekkel fog szembesülni a Marson, tehát hogy tud például vizet fakasztani a kőből. Ezeket fogjuk az elkövetkező években a Holdon gyakorolni. Igen. Hát az Artemis programot azt most átugorjuk, mert igen, máskülönben nagyon dagályos lenne ez a beszélgetés, tehát szorítkozzunk inkább a Marsra, de térjünk még egy kicsit vissza a korábbi felfedezésekre és ezekre a roverekre. Te is csináltál erről egy nagyszerű videót, de abban azt hiszem, hogy pont azt nem említetted meg, ami nekem a kedvenc részem volt a Spirit és az Opportunity-vel kapcsolatban, hogy amikor ez a két rover ment, ugye ezeket 90 napra tervezték, tehát hogy nagyon törékeny ez az egész, hogy a Földről egy ilyen távoli helyen mozgassanak egy ilyen kicsi kocsit. Rettentő lassan haladt csiga tempóban, 90 napra tervezték, ami nem is tudom, hogy mekkora táv megtételére tervezték, de valami egészen bagatell. Remélték, hogy a kilométert el tudják érni. Igen, igen, és ehhez képest ugye 120 kilométert, vagy valamennyi ilyen hatalmas utat jártak be. Nem, de több 10 kilométert tettek meg igen. Külön-külön is. Igen, és lementek hegyoldalba, kráterbe föl, elképesztő kalandos útjuk volt, és ugye egy nagyon, nagyon érdekes része ennek az egésznek, hogy az egyik roverrel egyszer csak elveszítették a kapcsolatot, és aztán telt múlt az idő, teltek a napok, teltek a hetek, és már kezdték teljesen feladni, nem tudták, hogy mi van, kész, lemondtak róla, és nagyon sok idő elteltével egyszer csak újra bejelentkezett a rover, működésre készen, munkára készen, és gyakorlatilag az történt, hogy valami ilyen, ugye szoktak lenni ilyen porviharok, és beporosodott a napeleme annak a rovernek, és aztán jött valószínűleg egy forgószél, ami meg lefújta, lehet, hogy egy hónappal később lefújta, és így nyerték vissza az irányítást a fölött. Így van, egyébként azért tervezték 90 napra, pont a napelemek miatt, tehát tudta a NASA azt, hogy szerkezetileg azért lenni jóval többre lehetnek képesek, de tudták azt, hogy a por folyamatosan le fog rakódni a napelemeken, és egy idő után már nem lesz képes annyi energiát termelni, hogy működőképes maradjon, még az amúgy is biztonságban működő szerkezet. Tehát ez volt egyébként az oka a 90 napos korlátnak, és valóban annyira beporosodott, hogy már le kellett kapcsolni egyes rendszereket, hogy ne fogyasszon annyit. És való, igen, nem csak hogy valószínűleg biztos, hogy jött valami fuvallat, ami levitte, ugye le is fotózta magát a jármű előtte és utána, hogy nézte ki a napeleme, és teljesen tisztára söpörte, annyira, hogy olyan sok energiája lett utána, hogy azért kellett lekapcsolni szerkezeteket, hogy ne melegedjen túl a sok energiától. Igen. Tehát, utána meg energia túltengésbe volt. De nem félelmetes, ez az egész, hogy annyira messze egy másik bolygón van egy gép, és valaki innen irányítja. Ez nem hihetetlen egyébként. Igen, igen, igen. Hát ugye egy nappal előtte beprogramoztak mindent rajta, hogy mit csináljon, ezt másnap megcsinálta, és jelentést adott. Igen, és egyre fejlettebbek, tehát most már ásvány mintákat vesznek. Nyilván időben az emberi élethez mérten lassan haladunk ezekkel a kis felfedezésekkel, de hát ezek egyébként óriási felfedezések, tehát zseniális, hogy ilyenre képes már az ember. Most nyilván, én is, igen. Most nyilván az, hogy embert küldjünk oda, az sok szempontból problematikus, és jelenleg még nem tudjuk megoldani például azt, ami a legnagyobb gond, hogy ha le is tudunk szállni, akkor hogyan jövünk majd el onnan, ugye? Tehát ez a legnagyobb igen. Probléma, ezért is dolgozik az Elon Musk ezen a SpaceX rakétákon, amik egyébként szintén olyanok, hogy amikor először láttam azt, hogy fölötték a rakétát, és az, amikor visszaérkezett a Földre, szépen futurisztikus így... látvány, igen. De nem az? Tehát, hogy igen, hihetetlen. Abszolút, abszolút. Nem értem, hogy tud az landolni. Igen, döbbenetes igen. Technika. Nyilván nem mindegyik sikerült egyébként nekik, tehát ott is volt kudarc. Az elején volt, de most volt a 100. sikeres indításuk, pont pár indítással ezelőtt volt a 100. Így van, szóval folyamatosan fejlődik a technika, és nyilván még egy csomó minden kísérletezést kell majd csinálni a Holdon. Ott is nem tudom, hogy pontosan mekkora bázissal gondolnak, de minden esetre az biztos, hogy a Marsra való utazásban óriási segítség lesz ez. Ja igen, hát akarnak egy, igen, ilyen, lesz ott egy ilyen, lesz ott egy ilyen, hogy hívják ezt? Nem űrállomás, hanem ami ugye kim van az űrben. De egy űrállomás, de a Gateway. Annak a Gateway, na igen. És tudod, egyből eszembe jutott, biztos emlékszel te is, például a Csillagok háborúja, a klónok támadása részében az Obi-Wan Kenobi-nak van egy olyan hajója, amikor megérkezik egy bolygóra, egy ilyen kör alakú cucc, és amikor megérkezik a bolygóra, akkor megáll, és a kis űrhajójával kilép ebből a kör alapú dologból.
és leszáll a bolygóra. Na ez a gateway egyébként, ami ott marad. Igen, igen, igen. De azt tervezik most az első küldetéseknél, még valószínűleg nem lesz kész. De igen, ez is szükségszerű ahhoz, hogy hosszú távú emberi életfenntartó rendszerekkel dolgozhasson az emberiség. Igen, és hát azért az út, az odaút maga is egyébként kritikus lesz. Tehát most nyilván a kozmikus sugárzás, meg a napszél, meg ezek azért nem valószínű, hogy ilyen nagyon komoly következményei lesznek az odaútnak. Bár hozzáteszem, igen, hogy... ezek a kihívások kisebbek, igen, kisebb része. Igen, ezek nem annyira fenyegetőek, de pszichésen, ugye ez az a szempont, amivel nem nagyon szoktunk foglalkozni, mert annyira lelkes az ember, hogy... Hát mi nem, de szerencsére a kutatók és szociológusok és pszichológusok nagyon sokat foglalkoznak ezzel, és ez egy nagyon fontos témakör, hogy milyen csapatot választanak össze egy ilyen misszióra. Így van, mert... hát ugye... Persze, tehát hogy ezt akarom ezzel mondani, hogy ezt nem tudjuk elképzelni. Tehát az a legrosszabb az egészben, hogy nagyon lelkes az ember, amikor a Marsról beszél, és mondjuk, hogyha már így tényleg lenne egy kis bázis a Marson, ez tök izgalmas meg minden, de azt elképzelni, hogy ott vagy a Marson úgy, hogy ki nem mehet soha ruha nélkül. Nem csak az oxigén miatt, hanem a nyomás kiegyenlítés miatt is. És gyakorlatilag kinézel, és nem lát zöldet, és nem tudsz soha egyszer kimenni a szabadba, és friss levegőt szívni. Már ez önmagában véve egyébként egy olyan stressz, ahogy telik, múlik majd az idő, hogy igen, ez... nyomasztó lehet. Igen, és erre viszont én nem... Jó, én tudom, hogy voltak programok, amik ugye ezt vizsgálták, például az oroszoknál volt a Martian Frontier, ami 2007 és 2011 között ment ez a program, és egyébként nagyon pipec kis profi program volt, ami az asztronautáknak a pszichológiáját vizsgálta, és rengeteg mindennel kísérleteztek, szimuláltak mindent, azt is, hogy 25 perces kommunikációs időeltolódás van a rádióban. Igen, igen, igen. De ugye a 6 résztvevőből 4-nek alvászavarai lettek, nem is telt el sok idő, mire alvászavarai lettek. Volt, aki abbahagyta a fizikai edzést, ami ugye gáz, és olyan is volt, igen, aki egy idő után elkezdte kerülni a társait. Tehát, hogy a depresszió jeleit mutatta az ember, és igazából azt csinálta, hogy fölkelt, elvégezte a kötelező munkáit, és aztán visszafeküdt az ágyba, és egész nap az ágyba volt. Igen, igen, igen. Van, több helyen is kutatták ezt. Volt ez a Mars 500 nevű folyamat, amit Hawaii-n, tehát a lehető legelszigeteltebb körülmények között, ott, ahol nincsen sok zöld terület egy vulkánon, konkrétan oda helyeztek ki ugyanígy embereket, és arra jutottak, hogy ugye, ami nagy különbség a legénység összeválogatásnál a múlttal és a jövővel kapcsolatban, hogy a múltban azokat az embereket választották ki, akik a szakmájukban a legjobbak voltak. Tehát a legjobb orvost, a legjobb pilótát, a legjobb mérnököt leteszelték, ő a legjobb, ő megy. A jövőben valószínűleg már nem lesz szempont, hogy a legjobb legyen, hanem inkább az, hogy egy jó csapatjátékos legyen, és hogy könnyebben tudjon együtt dolgozni a másikkal, mert tényleg az, hogy amit mondta, hogy leáll a sportolással, vagy nem beszélget a többiekkel, tehát az, hogy valaki azt mondja a Mars utazásnál, hogy nem, így sajnálom, hogy Houston nem szállok le, tehát ez nem fordulhat elő. Igen, meg semmi, ez egy öngyilkosság is, tehát konkrétan a sportolás részét illetően ugye a különféle asztronautáktól ugye hallhattuk, hogy hát az űrben azért most azon túl, hogy van kozmikus sugárzás, meg a jó ég tudja, azon túl ugye megváltozik az embernek a fizikuma, tehát ugye nem kell a szívednek annyi vért pumpálni, nem kell úgy keringetni a vért a testedben, hogy mondjuk a lábattól, hogy a gravitációhoz mérten felvigye a vért az agyadba. Igen, és egy csomó hatása van egyébként, tehát hogy például az ember talpa az ilyen hüllőszerűvé válik, mert ugye nem használja, és a csontritkulás a legnagyobb probléma egyébként az űrben való kintlétben. Nemrég néztem egy videót, egy beszélgetést Commander Chris Hadfield-del, aki igen, 166 napot töltött az űrben. Többször volt egyébként, csak pont az volt a leghosszabb, 166 igen, nap. Igen, igen, de mondta egyébként, hogy nem ő volt fönt a legtöbbet, hanem nem is tudom mennyit volt fönt a legtöbbet, az valami orosz fickó volt. 460 nap majd. Igen, nagyon durva, és a Chris Hadfield is mondta, hogy amikor először fölmész, akkor egyből pisíled ki a kálciumot, tehát elkezdődik ez a csontritkulás, konkrétan csontritkulás. Konkrétan csontritkulás, kőkeményen, és azt mondta, hogy jelentős részét a csontozatának elvesztett, amíg fönt volt. Most már nyilván ott tartunk, hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy gyakorlatilag konditermük van fönt, ami
Viszont egy nagyon érdekes dolog, mert ugye te is biztos láttad, hogy azok a kondit gépek nincsenek igazából rögzítve. Vagy nem hogy... is rögzíthetik. Igen, nem a rögzíthetik. Falhoz, mert hát Newton óta tudjuk, hogy az butaság lenne egy űrállomásra. Arrébb rugdosni vagy szaladni rajta. De hát gyúrnak az asztronauták. Kötelező, napi másfél órát mindenkinek, aki hosszú távú küldetésen van a nemzetközi űrállomáson, napi másfél óra kötelező válogatott testedzés. Így van, és hát de ettől függetlenül, hogy ezt is csinálják, ugye a csípő vagy medence csontban van a legnagyobb csontritkulás, azt egyelőre nem tudják megoldani normálisan, és hát amikor visszajött a földre a Chris Hadfield, akkor mondta, hogy azért brutális volt, de nem is tudom, mit mondod, hogy kb. 4 hónap volt, mire például tudott újra futni, tehát ugye a hatások. Talán azért 4 hónap nem, de 1-2 hétig még a járás is nehézkes egy ilyen fél éves küldetésnél, de inkább tényleg a csont tömeg visszanyerése és az szívizom tömeg visszanyerése az, ami konkrétan hónapokig tart. Megkisebbedik az ember szíve fönt. Még így is, hogy másfél órát minden nap edzenek, még így is hónapokig tart, hogy visszanyerjék. Igen, nagyon, nagyon érdekes dolog, de milyen érdekes, hogy visszanyerik. Tehát mondta, hogy egyszerűen visszaszedte a csontozatát, visszaépült a csontozata egy év után. Igen, egy bizonyos idő után, vagy bizonyos időnél kevesebbet tartózkodsz súlytalanságban, akkor ez teljes mértékben visszafordítható folyamat. Egy bizonyos idő után meg valószínűleg nem visszafordítható folyamat. Igen. Igen, szóval nyilván ennek a, tehát ez egy nagyon komoly teszt, amikor erre rájönnek, hogy így az ember egyszerűen megtagadja ezt, az alapvető dolgot, hogy testmozgás, tehát hogy ez, itt ilyen nincs, tehát ilyet nem lehet csinálni nyilván. Szóval rettentően fontos, hogy a megfelelő legénységet válogassák ki. És nyilván ez egy nagyon népszerű téma egyébként, tehát erre folyamatosan 100 000-vel jelentkeznek az emberek az ilyen különféle marsos tervekre. Tehát mindenkit izgat ez. Még akár visszaút nélkül is. Igen, még akár visszaút nélkül is, de sajnos az a szomorú valóság, hogy amikor depresszió, az így befigyel, és nem tudsz hova futni, és be vagy zárva, és elfog a halálfélelem, hát ez az, amire ugye fel kell készülni rendesen. Igen. De hát erre biztos, hogy fognak foglalkozni ezzel még, hát most nem holnap indulunk, nem is jövőre, nem is 5 év múlva. Tehát ez még nagyon sok ország nagyon fontos kutatásokat fog végezni, hogy a legénység tényleg ne őrüljön bele egy ilyen legalább 2 éves küldetésbe. Igen, hát ugye van Amerikában a Mars Generation, aki egy csapat fiatal, akiket már nagyon kiskoruktól fogva készítenek fel igazából különféle űrprogramokra. Eszméletlen jó kis program ez, erről is van a NASA-nak egy filmje. Például volt egy olyan pontja, amikor a fiataloknak adtak, csapatokra osztották őket, és akkor adtak egy feladatot, rakétát kellett csinálniuk papírból, meg szigetelő szalagból, amiben beleépítenek egy pilóta fülkét, és egy tojás lesz a pilóta, és a felszállás után katapultálni kell a tojást, és ejtőernyővel landoltatni épségben. Túlélje a végén. Ez mekkora poén, nem? Ja, érdekes. Igen, szóval hát most az, hogy ők még feljutnak-e, hát nagyon remélem. Én például szeretném még nagyon megérni azt, hogy azért ember landol a Marson. Én tudom, hogy ez valahol hiú ábránd. Nem tartom kizártnak. Hát a pénz a gond. Tehát ugye Amerikában tudni kell, hogy hát nem tudom én, még a George Bush idejében azért egy elég nagy összeg jutott a NASA-nak, de most már annak a töredéke. A töredéke az, amit a NASA-nak kiutalnak, hát nem véletlenül váltott a NASA arra, hogy az oroszokkal vitették föl ugye az asztronautákat, meg kiadták ezeket a külső cégeknek most már az űrprogram nagy részét. Igen. Hát az ellátás lesz szerintem nagyon fontos kérdés, hogy erre a 2 évre hogyan pakolunk össze az embereknek, mert nyilván utánpótlást nem tudunk csak úgy utánuk küldeni, mint a nemzetközi űrállomásra. Ahol 2 évente tudunk, ugye? 2 évente? Azt tartjuk reálisnak a jelenlegi technológiával, hogy egy ilyen út, ez 2 évig tart. 6 hónap odaút, 1 hónap felszínen tartózkodás, 6 hónap visszaút, és 2 évi élelmiszert összepakolni már elég nagy tömeget jelent, és azzal leszállni a Mars felszínére nagyon nagy tömeget jelent, úgy, hogy fél évnyit csak azért viszünk le, hogy utána majd felszálljon és visszafele is legyen élelem, tehát ezekre majd mind megoldást kell találni, hogy a víz az egy könnyebbik eset megoldani, az a nemzetközi űrállomáson is már hosszú évek óta működik egy nagyon jó víz visszaforgató berendezés, ami az űrhajósok által kibocsájtott, kiizzadt és kipisilt
folyadéknak a 90%-át ivóvízzé tudja újra használni. Ez egyébként annyira durva. Igen, pont a Chris Hadfield mondta azt, hogy a tegnapi kávém lesz a holnapi kávém. Ő is ilyen, hogy... Tehát a nemzetközi űrállomáson már nagyon jól működik ez a vízforgatórendszer, most nyilván ezt le kell kicsinyíteni majd egy olyanba, amivel megyünk a Marsra, mert nyilván nem egy 100 méteres űrhajóval fogunk menni legelőször a Marsra, és az élelmezés lesz majd nehezebb dolog. Hát igen, idővel meg aztán az, hogy önfenntartóvá tudjon válni ez a kolónia. Mert ugye mi van akkor, hogyha valami történik a Földön, és nem jön csomag? Így van, tehát hosszú távra meg mindenképp önfenntartóvá kell tenni majd. Különben az is érdekel engem, nem tudom erről mit gondolsz, hogy azt hallottam, hogy kint az űrben a kozmikus sugárzás meg mindenféle egyéb hatás, az meglepő módon, vagy hát annyira nem meglepő módon, de ugye a minél fiatalabb termékeny emberekre van a legrosszabb hatással, valamint a nőkre. Tehát, hogy valamiért ugye a 35 és 50 között már így jobban kialakul az emberbe egy rezisztancia az ilyen dolgok ellen. Mint a sugárzás ellen? A sugárzás, így van. A sugárzás, tehát a ráknak a kialakulási esélye az jobban sújtja sajnos a nőket. Nyilván a termékenység miatt. Aha, nem olvastam erről. Csak ez ugye milyen érdekes és ijesztő abban a tekintetben, hogy tehát akkor mi? Tehát, hogy őket is ki kell oda küldeni, érted? Én azt mondom, hogy a sugárzás az nem lesz egy nagy feladat megoldani, tehát elég, hogyha van elektromos energiánk, meg tudunk mágneses teret gerjeszteni. Tehát akár az űrhajó köré egy olyan mágneses védőpajzsot, amivel a Föld is rendelkezik, hogy a Földnek nincsen egy erős mágneses tere, tehát mit tényleg, hogy hasonlíthassam valamihez a hűtő ajtónak a szélén lévő mágnes ezerszer erősebb, mint a Földnek a mágneses tere, ami a nemzetközi űrállomás körül védi az asztronautákat. Tehát én azt mondom, hogy a mágneses tér elérésével a sugárzás nem lesz akkora nagy probléma, és sokkal, sokkal nagyobb problémát látok abban, hogy hosszú távon lakható helyet biztosítani a Marson. Az szerintem sokkal nagyobb probléma lesz, mint a sugárzást kivédeni. Hát, ami engem a legjobban zavar, az igazából a terraformálás, mert azt kéne megcsinálni, tehát azt valahogy azt kéne elérni egyébként. Most nyilván, hogyha odaépítünk egy kicsi városkát, és az így ott van, és akkor lassan növekedik, az nem azt nem szoroz majd egyébként a bolygónak az alapvető adottságai. Hát főleg úgy, hogyha ez légmentesen zárt buborékba fog nőni ez a város, tehát akkor meg pláne nem lesz hatással rá. Márpedig ez a valószínűbb, tehát hogyha azt kérdeznéd, hogy 200-300 év múlva milyen úton fogunk járni a Mars kolonizálásával kapcsolatban, akkor én erre fogadnék, hogy a nagy buborékvárosok lennének az elsők. Ja, hát igen, bár sokkal jobb lenne a másik. Mennyire izgalmas lenne az életünk úgy, hogyha így mondjuk a Hold például, ugyanolyan adottságokkal rendelkezne, mint a Föld. És képzeld el mondjuk az 1600-as években az embert, ahogy felbámulna a Holdra, és látná, hogy ott az is kék, meg minden, és így azon ábrándozna az ember, hogy vajon ott mi van? Vajon ott kik élnek? Hát igen, ez ugyanígy ábrándoztak annó a Marsról is. Biztosak voltak benne, hogy persze, mert a geológia miatt, tehát hogy ugye olyan dolgok, jeleket véltek felfedezni, mint hogy az emberek arcokban is, a felhőben is mindenben jeleket látnak. Ugye? Igen, mintát lát. Igazából egy félrefordítás, ami nagyon elindította a Mars lakulást itt a Földön annó, mert ugye a Schiaparelli, aki távcsövön át vizsgálta a Marsot. A Schiaparelli kráter lett aztán róla elnevezve, ugye? Igen, nagyon sok dolog lett róla elnevezve, meg űrszonda is. De ő látott vájatokat a Mars felszínén, és ezt kanálként, mint channel, mint csatorna írta le, ugye olasz nyelven. Igen, igen. És ezt úgy fordították le angolra, hogy ez channel, mint szándékosan épített öntözési csatorna. Igazából ő arra gondolt, hogy árok, tehát hogy azt a szó megközelítést akarta használni, de úgy, hogy mindenki tudottában már, mint szándékos csatorna, tudatosodott, ezért azt gondolták, hogy akkor nyilván élet van a Marson, és ideje velük kommunikálni, és akkor indult el a Mars lakó láz egyébként, mert előtte meg a Vénusz volt az elsődleges célpontja az embereknek, hiszen a két bolygó szomszédunk közül a Vénusz az, ami majdnem ugyanakkora méretű, mint a mi földünk, majdnem olyan tömegű,
közelebb is van, tehát hogy az, az lett volna az ideálisabb célpont erre a célra, de hát ugye ott még mostohábbak a körülmények, mint a Marson, ott pont az ellenkező igazából, sokkal nagyobb a hőmérséklet, brutális, 4-500 fokok vannak, illetve sokkal nagyobb a légnyomás, tehát olyan mértékű légnyomás, hogy az emberi szervezet a felszínen összeroppanna, mint a ráugranál egy ízére, hát, kólás dobozra. Igen, viszont, tehát hogy mondjam, persze ilyen a felszín, de minél magasabbra, viszont annál jobb lesz a helyzet. Tehát ott, ha ott nem lehetne mindig, csinálni, nem feltétlen, de ha ott lehetne meg... csinálni egy levegővárost, akkor ott lehetne élni, nem? Buborékban igen, de annyira savas a légköre a Vénusznak, hogy egyébként az se lenne egy kellemes hely. Igen, hát szokták mondani, hogy ezen agyal az ember, hogy ilyen nehéz dolgokat megoldjon, és egy másik bolygón sokkal nehezebb körülmények között éljen, ahelyett, hogy a Földet óvnánk. Ugye mindig ezt szokták felhozni. De nem hiszem, hogy választani kell. Tehát nyugodtan lehet a Földet óvni, és gondolkozni azon, hogy mi legyen a hosszú távú jövő. Tehát nem hiszem, hogy kizárja az egyik a másikat. Tényleg sokan érvelnek ezzel, de... Igen, én is azt gondolom, hogy csillagutazó néppé kéne váljunk. Tehát, hogyha egyszerűen megvan hozzá a képességünk, akkor miért ne? Hát meg muszáj is lesz, tehát az említett okok miatt. Előbb-utóbb arrébb kell majd menni az emberiségnek, ha fönn akar maradni. Én egyébként sokkal inkább hiszek azokban, hogy mesterséges égitesteket hozunk létre, tehát egy olyan űrállomásokat, ahol sokkal könnyebben teremtjük meg a saját feltételeinket, mint egy másik bolygót terraformálni. Hát jó, de gravitációt hogy csinálsz? Ugye? Megforgatom. De annyira? Tehát, hogy mi kell ahhoz? Nem kell nagyon megforgatni. Kétszer akkora, mint a London Eye, egy olyan kör alakú szerkezet, akkor elég, ha egy perc alatt forog körbe, és már egy is terhelés van, pont mint a Földön. Na, de térjünk vissza egy pillanatra még a Marsra, mert volt egy film, persze rengeteg marsos film van, a legtöbbét egyébként szeretem, de nemrég láttam egyet, a Közöttünk az űr címűt, angolul a The Space Between Us. Na most erről tudni kell, hogy ez egy 33-as metaszkorú film, tehát a kritikusok ezt a sárga földig lehúzták. És röviden arról szól, hogy egy terhes nő megy föl a Marsra, és akkor ott ő életet ad az első marsi gyereknek, és aztán aztán belehal, és akkor a gyerek az ott már van egy marsállomás. És az a gyerek ott cseperedik, és mit tenni, 16 éves korában kitalálja, hogy ő meg akarja ismerni az apját, és akkor menjünk el a Földre. És erről szól, hogy ő elmegy a Földre, és akkor ott rácsodálkozik, hogy ott milyen az élet. És nyilván most ez ilyen kis limonádé film, de azt viszont tök jól megmutatja, hogy hogyan hat a gravitáció, a földi gravitáció egy marsi emberre, úgymond. Mert ugye... Hát igen, a kétszeres terhelés az addigi megszokotthoz képest. Igen, nagyon durva, elkezd durván. Két és félszeres. Durván növekedni a csávó szíve, és gyakorlatilag a film szerint nem élheti túl a földön, hogyha sokáig ott marad. Most ezt nyilván nem tudom, hogy ez valóban így lenne, de az biztos, hogy... Ilyen irányú kísérletei még nem voltak, de... Azt nem hiszem, hogy addig nőne a szíve, amíg kinyomná a mellkasát, tehát azt nem tartom valószínűleg. Én inkább attól félnék, hogy már a landolás nem élné túl, de azt gondolom, hogy utána az, hogy nagyobb a terhelés, folyamatosan 2,5G, tehát hogyha én a Földön nőttem fel, ahol 1G-s gyorsulást tapasztalok 0-24 órába, és egyszer csak átkerülnék egy olyan közegbe, ahol 2,5G-t éreznék, akkor nem hiszem, hogy csak emiatt meghalnék. Hát jó, nyilván ez majd idővel kiderül, de minden esetre ez még így belerondít egy picit abba a kellemes, egyébként kellemes képzelgésbe, hogy hát van akkor a Föld, meg van most már a Mars, tegyük föl, hogy terraformálva van, ott is élünk, meg minden, és akkor majd így kedvünkre utazgatunk, hát azért nem lesz ennyire egyszerű. Tehát az a helyzet, hogy a földi embernek könnyebb dolga lesz akkor, ha elmegy a Marsra, de fordítva már ez nem teljesen igaz. Tehát ha csak a marsi embereket nem kezdjük el fölkészíteni visszautazás előtt egy évvel, és kezdjük el terhelni ugyanilyen forgó eszközökbe. Tehát én nem tartom ezt kizártnak egyébként, hogy ez megvalósuljon. Na igen, csak én most az alapvető, én erről a könnyed hétköznapi turisztikáról beszélek, hogy egyszerűen csak mondjuk hogy veszek magamnak egy marsi nyaralást, egy kétheteset. Tudom, és akkor, tehát, hogy ez picit komolyabb lesz, de... Jó, igen, az nem lesz könnyen megoldható. Igen, tehát, hogy nem lenne
teljesen elszeparált világ lenne a kettő, én úgy gondolom, teljesen. Lenne most is az, úgyhogy... A marsi emberek, meg a marsi embertípus kialakulna. Hát igen, valószínűleg ezt is előbb fogjuk a Holdon tesztelni, tehát egyáltalán azt, hogy, hogy lehetne szülni, teherbe esni, és felnevelkedni, vagy kisebb gravitációban, vagy... vagy pedig van helyen, ahol mikrogravitáció van, tehát súlytalanság. Valószínűleg ezt is föld közelben fogják először tesztelni, és nem a Marson. Így van, így van. A gondolod esetleg még az űrliftet megemlíthetjük, bár az, elég, az is elég futurisztikus ötlet. Az űrlift az egy teljesen elvetélt gondolat, tehát az soha nem fog megvalósulni, mert egyszerűen nincs annyi haszna, mint amennyire veszélyes. De technikailag meg lehetne oldani, nem? Tehát technikailag a... most még nem, de ugye most ezeket a szén nanocsöveket, hogyha ezt továbbfejleszti, tehát meg lesz az az anyag, ami elbírja ezt a terhelést, akkor megvalósítható lenne, de annyira veszélyforrás az, hogy egy eltévedt utasszállító repülő átgázol rajta, egyszerűen nem éri meg megépíteni. Hát vagy egy terrorista akció. Így, tehát egyszerűen nem éri meg, főleg úgy, hogy minden tendencia azt mutatja, hogy az űrbe juttatás költségei, az főleg így, hogy ugye a privát cégek is beszálltak ebbe, egyre kisebb lesz ez a költség. Tehát már nem fog tudni az űrlift versenyezni, vagy hát ha fog is, akkor nem olyan mértékben, hogy bevállalható legyen ez a hatalmas beruházási költség és a veszély. Igen. Tehát amíg az Apollo programban, vagy az űrsikló programban még millió dollárokkal számoltunk egy kilogramm feljuttatására, alacsony földkörüli pályára, úgy a SpaceX és az egyéb vállalatok ezt jócskán redukálni fogják. Ugye az űrliftnek az volt a nagy előnye, vagy azért foglalkoztak vele 10-20-30-40 évvel ezelőtt, hogy mennyire olcsó lesz utána, hogyha ki van építve a szerkezet, akkor tényleg csak fölhúzzuk egy csörlővel, egy darúval, tök mindegy, és már is kint van föld körüli pályán. De hát azt a veszélyt viszont, hogy tényleg egy terrortámadás, egy bármilyen baleset miatt... A terrortámadás, igen, az tuti, hogy lett volna valamilyen ellene, pedig... Igen, tehát pedig... akkor meg olyan költségekkel kellett volna védeni a környező 50 kilométeres körzetben, hogy akkor meg az drágította volna meg a dolgot, légvédelemtől kezdve minden anyám kínja. Szerintem maga az űrlift az egy teljesen hamvában holt ötlet. Viszont futurisztikus ötletként, tehát feltételezve egy olyan társadalmat, aminek nincsenek ilyen problémái, hogy zavargások, meg terrorista akciók, tehát egyébként az ötlet maga szerintem pazar lett volna. Tehát az, aki ezt kitalálta, zseniálisnak tartom. Csak hát ugye a megvalósítása az már egy más kérdés. Igen, engem sosem nyűgözött le ez az ötlet így alapvetően, de leginkább a veszélyforrás. Tehát egy kicsit úgy tekintek rá, mint hogy ágyúval lőni valakit a holdra, hogy... klasszul hangzik, de hát azért ne csináljunk már ilyet. Most nyilván, hogyha filmet kéne ajánlani, mert hogy mi csatornánk az filmes, akkor én egyébként a mentőexpedíciót ajánlanám, a Matt Damonnal, vagy angolul a The Martian-t. Én nem tudom neked, mi a véleményed, vagy melyik a kedvenc ilyen témájú filmed? Hát nem a kedvencem, de egyébként szeretem, mert nagy filmes vagyok én, és hát nagyon szeretem alapból a filmet nézni. Tetszett az a film nagyon, de szakmailag azért sok hiba volt benne. Főleg a végén voltak már az elbódult gondolatok. Ja, arra gondolsz, amikor... a ruhámat, és majd ott jön ki a levegő, és... hát jó, ő volt... Úgy lassították az űrhajót, hogy kirobbantották az ablakot, valami ilyesmi is volt benne? Igen, volt egy ilyen, akkor ő vasemberként röpködött, és milyen nekem a legjobban tetszik az, hogy mindent kidobálunk abból a kis űrhajóból, és egy na, ilyen... Na, pont volt, értem, egy kábriót csinált belőle. De egy ilyen, nem is tudom, milyen anyagú... mi volt az, amit végül is, amivel betömte a lukokat? Tehát ráhúzott egy ilyen fóliát. Vátont rakott rá, igen. Tehát, hogy neked, számomra az a leg... Tehát, hogy én azzal nem tudok mit kezdeni. Lehet, hogy ezt valaki meg tudja magyarázni. Hogy szerintem, ez amúgy... Ne, szerintem pont egy logikus lépés volt. Tehát a marsi légkör alján ott még ne fújjon be annyira a szél. Később meg nem is baj, ha leszakadna az űrben, már úgyis tök mindegy. Igen. Tehát azzal nem volt annyi baj, mint az űrruha kiukasztása. Tehát, hogy azzal nem lehet nyerni, csak veszíteni, ez egészen biztos. Érdekes, amit mondasz egyébként, mert amúgy a legtöbb tudományos fantasztikus film közül a legtöbb pozitív kritikát erről a filmről olvastam, és tudományos berkekből. Tehát azt mondták, hogy ez volt talán az egyik legolyanabb, ami komolyabban vette magát. Aha. Akkor hogy javasoljak egy sokkal realisztikusabbat, egy sorozat, a Nat Geo csinálta, és egyébként Magyarországon forgatták, egész konkrétan Gödöllőn a Szent István Egyetem aulájába egy csomó jelenetét, ahol jártam egyetemre.
A NatGeo csinált most már egy 2 évados sorozaton arról, hogy hogyan kell a Marsot benépesíteni, és nagyon érdekes problémákkal foglalkoznak ott. Azt láttad azt? Nem, mi a címe? Szerintem NatGeo Mars, a National Geographic csinálta, és talán 4-5 éves lehet az első évad. De akkor és ez dokumentumfilm. Nem, forgatott, teljesen megrendezett sorozatfilm, csak próbálja teljesen realisztikusan venni a dolgot, hogy milyen nehézségekkel majd küzdeniük. Ezt le fogjuk csekkolni, köszönöm szépen. Köszönöm, most azt mondom, 2x10 rész a 2 évad, tehát nem egy hosszú sorozat, de igen, az első lépésekről van benne szó, a nehézségekről, meg hogy hogyan lehet kihasználni azt, hogy vannak ott jóindulatú emberek. Hát igen. Van több sorozat ezzel kapcsolatban, most is kijött egy tök új, ami ilyen elég síros, tehát hogy ilyen hatalmas emberi érzelmek cikáznak benne, de egy 2 évvel ezelőtt volt azt hiszem a Sean Penn-nel egy másik Marsos sorozat, és az abban egy egészen megrázóan jó színészi alakítás van, tehát hogy az a sorozat is tök jó, teljesen no-name. Milyen hosszú sorozat? Hát, azt hiszem, hogy mini sorozat, tehát azt hiszem, hogy egy évad, mitten 6-8 rész, valahogy így. Uh-huh. Uh-huh. És Sean Penn, egy apa és az ő kislánya a kettőjük kapcsolatáról, nagyon szép az a sorozat. Nem emlékszem a címére, nem emlékszem, hogy bárki beszélt volna róla, mert hát ja, de érdemes erre is odafigyelni. Nekem sem. Na jól van, hát én azt mondom, hogy elég sok mindenről beszéltünk itt a Mars kapcsán. Nyilván szeretnénk megélni, hogyha még ebből lenne valami. Abszolút pozitívan állunk szerintem mindketten a dologhoz. Én igen, tehát abban, hogy ember kerül a Marsra, azt én azt gondolom, hogy megélhető számunkra. Hogyha évszámot kéne tippelnem, akkor én azt mondom, hogy ez 2040 körül ez megvalósulhat. Tehát ez nem kizárt, hogy ez bekövetkezik pár 10 éven belül. Igen, hát látnunk kell a folyamatot. Tehát ha megtörténnek ezek, amiket amúgy is terveztek az Elon Muskék, hogy mit tudom én, 2 év múlva kiküldenek egy rakétát, aztán még 2 évvel később 2 másikat, és ezek visznek felszerelést, meg ezt, meg azt. Tehát hogyha ez folyamatosan fog történni, akkor abszolút lehet bizakodni, én úgy gondolom. Már pedig ez fog történni, tehát az Elon Musk az egy eléggé progresszív, egy kicsit elvakult elme egyébként, de egy értelmes ember, akihez nagyon sok SpaceX szabadalom az ő nevéhez fűződik. Tehát ő nem csak azért van ott, hogy pénzelje és mondja a hülyeségeket, hanem ő konkrétan szabadalmokért felelős, és arról ismert, hogy nagyon szeret aládátumozni mindent. Tehát ugye 2012-ből megmondta, hogy 2016-ban már emberek fognak mászkálni a Holdon, aztán javította 18-ra, aztán 20-ra, tehát hogy ő szeret nagyon aládátumozni mindent, és a Marsra az kapcsolatban is azt mondta, hogy itt 25, vagy azt hiszem 20-as évek végén már ő fogja vinni az embereket a Marsra. Azon nagyon csodálkoznék, de hogy része lesz abban, hogy ember jut a Marsra a SpaceX-nek, abban biztos vagyok. Igen, hát reméljük. Én azt mondom, hogy ez egy remek beszélgetés volt. Remélem, nekem is tetszett. Remélem, hogy a kedves hallgatóság is élvezte, és hát én nagyon szívesen visszavárlak téged még a csatornánkról, más valamilyen űrrel kapcsolatos témában. Igazából a YouTube csatornámnak a hosszú távú tervei között szerepel egy olyan minisorozat, ahol pont ilyen űrrel kapcsolatos filmeket beszélnék át, hogy milyen butaságok vannak benne. Biztos előkerülhetne az Alien-től kezdve, akár ez a Marsmentő expedíció, át egy csomó olyan film, ami hogyha titeket is érdekelne, akkor akár beszélgethetünk. Persze, nagyon szívesen állunk elébe. Ezeknek a legtöbbjéről már beszéltünk a mi csatornánkon, de hát ettől függetlenül bármikor szívesen beszélgetünk ezekről. Akkor úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és nektek is a figyelmet. Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok!